Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videó egy icipicit megkésett, mert már igazából novemberben meg akartam csinálni, és február 29-e van, úgyhogy sokkal hamarabb szoktam ezzel foglalkozni, csak most lustaság, vagy nem tudom, időhiány miatt valahogy ez mindig elmaradt. Na de majd most. Úgyhogy ebben a videóban előbb felmelegítem majd a fűnyírót, aztán lecserélem benne az olajat, és majd ezek után kap egy teljes tisztítást, és utána megint bejáratom egy kicsit az új olajjal, és akkor le lehet rakni télire. Ahogy mondtam, ez egy picit most megcsúszott, úgyhogy ez most így lesz. Na hát végre abba hagyta a pöfékelést. Igazából nem sok benzin volt benne, de még így is jó sokáig eltartott, míg kiment belőle. Ugye nem volt terhelés alatt igazából. Úgyhogy hát most az következik, hogy egy kicsit ugye hagyom, hogy leereszkedjen az olaj az aljára, a hengerfalról, és utána kiveszem belőle ugye a használt olajat, utána szépen visszazárom, letakarítom a technikát, és utána pedig feltöltöm egy kis friss olajjal. Úgyhogy csináljuk is! Miért is ne lenne egy kis áramszünet, végül is olyan rég volt már, a héten csak vagy 5-7 alkalommal, úgyhogy party time. Ezúton szeretnék nagy köszönetet mondani az E.ON Magyarországnak, mert végül is nélkülük nem lenne ilyen jó kis riasztó party, úgyhogy köszi szépen E.ON! Remélhetőleg az áramszünetnek most ezzel vége is, úgyhogy folytassuk.
Na hát általában eddig szoktam ugye elmenni a tisztítással, mert ugye ez csak egy fűnyíró, nem egy gépkocsi, hogy csak gyorsan leöblítem, aztán viszont látás, majd megszárad, amikor megszárad. Viszont most egy kicsit meg fogok őrülni, úgyhogy folytassuk. Akkor most töltsünk bele vissza egy kis olajat. Most tegyünk egy kis műanyag védelmet a műanyagokra, valamint a kaszniára egy kis extra védelmet. We'll be right back.
Hát nagyjából megvan. Értelemszerűen nem a legesleg tisztább, amit valaha láttam, de ez egy fűnyíró, úgyhogy nem érdekel. Célnak pont megfelel, sokkal szebben néz ki, mint ahogy kinézett, mielőtt elkezdtem csinálni. Úgyhogy ez így marad. Most töltök bele egy kis benzint, járatom egy kicsit az új olajjal, hogy hadd kavarodjon egy kicsit el benne, és utána leállítom és leteszem. Ismét a végéhez értünk egy videónak. A fűnyíró ugye szépen le van ápolva, a műanyagok feketék, nem szürkék. A ház az a Chemical Guys-nak a Hybrid Ceramic Wax nevezetű kerámiás viaszával le van ápolva. Nagyon sokat nem várok tőle, mert azért ez csak egy fűnyíró, tehát majd kapja itt az ampert rendesen ugye használat közben. Na de hát a célnak megfelel. Van benne friss olaj, ez a lényeg. Úgyhogy, hát nem is szaporítanám tovább a szót. Amennyiben tetszett a videó, küldjetek neki egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyű gombot, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Remélem találkozunk a következőben. Sziasztok és szép napot!